Én például... Én még imádom ezt a két csöcs. Nőbe én nem, nekem ez az, hogy kilátszik a vasizomzat és ez a kockás, és nekem ez megmondom őszintén, akármilyen hozzá, ezért nekem az sok nem kell. Mondjuk ő az egyik díjam amúgy. Ez egyik legmagasabb díjam, Amerikában nyertem, és egy kicsit ilyen trófeának raktam ide ki. Az igen, akartam is mondani, hogy azért elnyomogatnék rajta egy fagyit. Akkor azért ne vidd haza, ez egy emlék. Mondtam, kis... ebben biztosak voltunk, mint kivét. Főleg azért, mert felém állt, miért nem a és bárs. Akkor így nézzük. Ó, hölcsém, gyere közelek. Ez a szobor így, szerintem az egy ilyen, nem tudom, így felhívás a táncra, vagy nem tudom. Az így rám nézett, aha. Összenőjhettek hallod a végén. Jaj. Tényleg komoly kis szobor ez tulajdonképpen, igen. Valóban. Csak el ne tör. Tehát nagyon a szélére raktad. Nem. Igen, az már egy baleset áldozata volt egy költözés alatt. Ugye látszik, hogy ő már csizmát cserélt. De igazából az én lábam is eltört, úgyhogy passzolunk egymáshoz. Tulajdonképpen szinte, mintha te lennél. Szinte. Kérdezni, hogy neked így fontosak az, hogy kint legyél a falon? Életem legboldogabb napja. Ebben a képsorozatban található. Amikor... Nem, amikor találkoztunk. És igazából motivációt ad, hogyha mondjuk rossz kedvem van, akkor mindig ránézek, és hogy meg tudtam csinálni. Régen nem voltam kitartó semmiben, és amikor elkezdtem sportolni, akkor megtanultam, hogy hogyan kell kitartónak lenni, és hogyan kell győzni. Úgyhogy... Hát le a kalapán, Angi, komolyan. Hát az, hogy valaki testépítő és fitness bajnok, az én... Tehát nem hiába nem lettem én az. Tehát nem hiába nem akarok én fitness bajnok lenni, és soha életemben nem is vágytam ilyen babérokra. Ez nagyon sok áldozatta jelentett. Lemondás, áldozat. Ugye 27 éves voltam, és 27 évesen egy nő elkezd, hát... korba lépni. Elkezdtem narancsbörösödni, meg stb. És akkor arra figyeltem oda, hogy egészségesen kezdtem el táplálkozni, és akkor láttam egy nőt, aki így nézett ki. Mint és ő? Nekem igen. És tetszett neked? Igen, képzeld el, én azt mondtam magamban, én ilyen szeretnék lenni. És annyit néztem, hogy elkezdtem utána járni, olvastam erről, és annyira szerettem volna így kinézni, hogy addig mentem utána, és nagyon gyors eredményekkel értem el ezt a sikert. De bomba volt a szobor, én még meg is etettem, itattam, komolyan mondom, a tenyeremen hordoztam a kis csajt, mármint a bronz csajt, vagy a szobor csajt.